Határidőre. A kerékpárút kivitelezője a felénél jár a munkálatokkal a kisújszállási úton. A munkaterület átadását követően a kivitelező rögtön meg tudta kezdeni a munkálatokat. Szerencsére az időjárás is megfelelő volt a munkakezdéshez. Úgyhogy ennek megfelelően az előzetesen eltervezett ütemterv szerint halad. Jelenleg a felénél járunk, hiszen a 3400 méteres kisújszállási úti kerékpár úti szakasz felénél, vagyis a Tesco körforgalomnál járnak a kivitelezési munkálatok. Ha az időjárási viszonyok lehetővé teszik, a munkák folytatását határidőre elkészülnek. Abban maradtunk a kivitelező céggel, hogy ha az időjárás is engedi, és semmi olyan előre nem látható hiba, bármi probléma nem csúszik be, akkor terveink szerint a birkafőző fesztivál idejére, tehát június végére várhatóan elkészülnek a munkálatok. Milyen egyéb kerékpárúthálózati felújítások zajlanak a városban? Ugye a kisújszállási úti kerékpárút a legrégebbi kerékpárútunk, megérett már arra, hogy teljes hosszában felújításra kerüljön, jelenleg is ez folyik, és erről tudunk beszámolni. Elkészült az új kerékpárút is, tehát a Széchenyi Sugárúti kerékpárúta befejeződött, készre jelentette, a műszaki átadása, átvétele megtörtént annak az útnak, mint ahogy megtörtént az összekötő útszakasz, tehát a Kacsó utca, Táncsics körút, illetve a Madarasi úti kerékpárútnak a felújítása is, és természetesen ehhez kapcsolódott, ahogy azt már nagyon sokan tudják, hiszen használják is, a Berekfürdő irányába tartó külterületi kerékpárút első szakasza, tehát a Hagéig tartó szakasz. Ez több kilométer hossz jelent, hogyha elkészül a kisújszállási út is. Én bízom abban, hogy nyár elejére, nyár közepére nem csak a műszaki átadása, hanem a használatba vételi engedélyeket is megkapjuk valamennyi elkészült, felújított új kerékpárútra, tehát onnantól kezdve teljesen biztonságosan és jogszerűen lesz majd használható a város valamennyi kerékpárútja.